Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 és 8% közötti a munkanélküliség. Hangzott el a teljes foglalkoztatottság, foglalkoztathatóság című konferencián csütörtökön. A nyíregyházi szakmai rendezvények 2016-ban indult projekt része, melynek célja, hogy elősegítse a megye foglalkoztatási együttműködéseit. A több mint 2,5 milliárd forintból megvalósuló pályázatban a megye gazdaságának és munkaerőpiacának fejlesztése mellett a partneri hálózat kialakítása, valamint az érdekelt felek támogatása is szerepel. A rendezvény megnyitóján Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen megváltozott a munkaerőpiac. Újfajta kihívások jelentek meg, talán mások is, mint amikor a projektet elindítottuk ezelőtt pár évvel. Jelesül legnagyobb probléma most már, úgy érzékelem a projekt végrehajtása során, a megfelelően képzett munkaerő hiánya a megyének a bizonyos térségeiben. Tehát a munkáltatók leginkább erre panaszkodnak, hogy a szakképzési programok hogyan tudnak az ő igényeikhez alkalmazkodni. A szakképzés legfontosabb feladata tehát, hogy a munkaerőpiac kihívásaira választ találjon, tette hozzá Sesták Oszkár. Így a 2016-ban indult projekt többek között az újfajta képzési formákra, a felnőtt képzésre, valamint a munkahelyet keresők átképzésére is fókuszál. A foglalkoztathatósági konferencián Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a szakképzés 4.0-ra megszületett a törvényi szabályozás. A szakképzési törvény így a felnőtt képzési törvényt is megváltoztatta. Ennek következtében 5 éves technikumok és 3 éves szakképzőiskolák jönnek létre. Ezekben az intézményekben 2020. szeptemberétől megújult képzési tartalommal, számonkérési formával, illetve a vállalatokkal kapcsolatos képzési rendszer átalakulásával várják a tanulókat, a felnőtteket pedig egy rugalmas képzési rendszerben oktathatják a következő tanévtől. A rugalmasság azt jelenti, hogy részben van egy élettapasztalat a felnőtteknél, ami azt jelenti, hogy nagyon sok esetben már adott munkakörben dolgoznak, de nincsen papírjuk róla, ezért egy beszámíthatósági rendszer kialakítását tettük lehetővé. A másik az, hogy közismereti órákon természetesen nem kell részt venni, és harmadsorban pedig akár meg is tudjuk mérni az ő tudását és ismeretét, és így akár a felére is tudjuk csökkenteni. Sőt, az igazgató egyéni tanrend szerint, már furcsán hangzik ez a felnőttek esetében, de gyakorlatilag egyéni képzéssel még tovább csökkentethető. Körülbelül 40%-ra lehet lecsökkenteni azt az anyagmennyiséget, amelyet is a rendszeren belül kell elsajátítani, ha megvan a 60% tudása. A helyettes államtitkár kiemelte, a szakképzés széles alapra, könnyen változtatható struktúrával kell felépíteni, hiszen a 4-5 éves képzési rendszerek már elavultnak számítanak. Ennek érzékeltetésére elmondta, egyes felmérések szerint a Z-generáció, vagyis az 1995 után születettek munkába állásakor a szakmák 65%-a ma még nem ismert, és ma még nem is létező feladat lesz.